Szeretettel köszöntöm Önöket, a nálatok Mizu legújabb adása ismét innen a belvárosból, az Áholy sörözőből jelentkezik. Egy nagyon izgalmas és érdekes témát hoztam érdekes vendégekkel, akikkel azt fogom boncolgatni, hogy vajon jól érzik-e ők magukat a bőrükben, és szeretném, ha egy kicsit jobban is megismernék őket, mint ahogyan mondjuk a rádióban vagy a televízióban hallhatnak ezekről a vendégekről, hiszen már azért többnyire ismertebbek lehetnek Székesfehérváron, és azt is szeretném megtudni, hogy mi lehet az ahhoz vezető út, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Szerintem ők hozzá tudnak majd ehhez tenni. Szeretettel köszöntelek itt titeket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. És hát akkor menjünk sorba, hölgyekkel kezdjük. Jó, Sasvári Csilla rádió műsorvezető kolléganőm, és most már televíziós műsorvezető kolléganőm is. Szerbusz, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és retteltesen izgulok, mert ezen az oldalon ülni valahogy mindig nehezebb nekem. Pedig már gyakorolod, majd ezt megbeszéljük. Suplic Marika, mi csak így hívunk téged. Mondhatjuk azt, hogy fitoterapeuta, gyógynövény szaküzlet tulajdonos. Igen, hát a Vörösmarty Rádióban ugye Csilla párjaként hosszú évekig vasárnaponként szórakoztattuk idézőjelben a hallgatókat, de főleg a táplálkozással kapcsolatos dolgokról, mivel azért az én főszakmám az a táplálkozás tudomány. Darvas Réka személyedzőt is meghívtuk, akivel szintén hasonló dolgokról fogunk majd beszélgetni, hogy hogyan lehet szép az alakunk, meg egy kicsit a táplálkozásba veled is belemegyünk, de egy kicsit más vetületből. Köszönöm, hogy eljöttél. Igen, sziasztok, én köszönöm a meghívást. Hát igen, én nem csak a női, akár a férfi oldalt is, de így van, tehát hogy formáljuk a testünket, vagy éppen hogy érezzük magunkat a kis bőrünkbe, ebbe eléggé bele tudok merülni. És hát ugye rendszeres vendégünk vagy, azért te is tévéműsorokban most már interjúkon keresztül szoktunk vele találkozni, és Pletcher Ádámmal is szoktunk találkozni. Te is, hát ma nem tudom, hogy hogyan definiáljalak, mert nagyon sokrétű az, amit te csinálsz. Ugye személyedző is vagy, voltál, teremnek a szakmai vezetője is vagy, Szabadbattyán alpolgármestere is voltál, és nagyon sok területen tevékenykedsz egyébként. Szeretettel köszöntelek. Szia, köszöntöm én is a társokat és téged is. Hát ezért vagyok nehéz helyzetben, mert ilyen mindent is, ugye nagyon sokrétű nekem is. Hál' Istennek a tapasztalat, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy sok mindenkinek van elméleti tudása, de sokkal-sokkal fontosabb lesz az, hogy ki az, akinek van esetleg gyakorlata, és hát részünkről is ugye az, amikor beszélünk egészségről, meg hogy érezzük magunkat a bőrünkbe, akkor erről nem beszélni kell, hanem ez nagyon jó a műsor, mert hogy arról kell nekünk beszélni, mi a tapasztalatunk, és hogy mi valóságban mit élünk meg. Ez egyébként a hitelesség alapja is lesz, úgyhogy én örülök ennek a beszélgetésnek, azt gondolom, hogy ez egy fontos téma, és hogy jó is úgy beszélgetni, hogy akik egyébként a hétköznapokban is megélik ezt, olyanok beszélnek erről. No, hát szerintem mindenek előtt kezdjük azzal, hogy ki hogy érzi magát a bőrében. Ha megengeded, először hagyj reagáljak arra, amit Ádám mondott, mert azért is tartom én is fontosnak ezt a témát, mert úgy érzem, hogy divat panaszkodni manapság. Tehát, hogyha valakitől megkérdezed, hogy hogy vagy, először azt mondja, hogy köszönöm, jól vagyok, na de hát te, itt és ott és amott és egyáltalán, és aztán az ember szerintem egy idő után el is hiszi. Tehát, hogyha így gondolkozunk a dolgokról, akkor nekem néha van egy olyan felfogásom, hogy be is tudjuk beszélni magunknak, úgyhogy tényleg nagyon jó ez a téma, hogy érezzük magunkat a bőrünkben. Én például sokféleképpen per pillanat. No, hát azt azért elmondom a nézőknek, hogy téged azért is hívtalak, nem csak azért, hogy ismerjünk meg egy kicsit jobban, hanem mert nálad azért a kilókkal szoktak harcok menni. És hol jobban, hol kevésbé jobban sikerül az a harc, amit most művesz vele, de nagyon-nagyon jó sikereid szoktak lenni. Mesélj egy picit erről. Ez azért jó téma, mert ezen keresztül az egész életem megismerhető, ugyanis 1960-ban kezdtem a küzdelmet ezekkel a kilókkal, úgyhogy annyira régen én így nőttem fel, hogy folyton problémát okozott. Nyilván a családban ez jellemző volt, nem csak rám volt jellemző, de a szokások is a családban, tehát hogy a tányérban mi van, addig nem állsz fel, még nem eszed meg, aztán ez tovább fokozta, édesapám a lábosból is meg kell enni, mert ki kell mosni a lábost. Úgy ismertek a településen, ahol felnőttem, hogy az egyik kezembe kolbász, a másikban fasírozott, és amikor ugye én ennek a tudatára ébredtem, hogy ez a gurulás úgy nem jó, akkor már úgy elég
eléggé késő volt ezt úgy megállítani, de hát illettem sportolóként is, napi 3 edzés mellett is minden edzőm azon küzdött, hogy de valahogy le kéne fogyni, és hiába nyertem 3-szor országos bajnokságot, mindig túlsúllyal küzdöttem, még nem egyszer csak úgy döntöttem, hogy na most elég, de addigra már jól 20-25 éves voltam, és akkor lefogytam nagyon-nagyon vékonyra. Na, azt nem kellett volna, mert azóta tudom, hogy milyen jó vékonynak lenni, és azóta, ha elengedem a súlyomat, akkor ez kézkilódás. Igazságtalannak érzem néha az élettől, mert mindig nagyon megküzdök, hogy fogyni tudjak, aztán azért meg még jobban megküzdök, hogy ezt meg tudjam tartani. Erre a tanulm, aki nekem ebben nagyon sokat segít, pont Marika. Igen, ezt akartam mondani, hogy melletted ül az egyik fő-fő segítőd. Igen, érdekes volt hallgatni, amit most mondott a Csilla. Többször úgy tudtam volna hozzátenni egy-egy megjegyzést. Például azt, amikor mondja, hogy hát a családban is mindenki, tehát azért a genetikáról ne feledkezzünk meg. Tehát az, hogy valakinek milyen alkata van, ott azért 27%-ban ott szerepel a genetika. Na, de most azért viszont 1-3%-ban ott van az életmód, amivel ezt tudjuk ellensúlyozni, vagy pozitívan, vagy negatívan. És itt megint csak az, hogy a gyerekkorban. Tehát hogyan készítjük fel a gyereket az életre, hogyan tanítjuk meg arra, hogy becsülje a testét, és ne pazarolja el azt, ami van. Tehát itt jön a szülőknek a felelőssége, ami óriási, nem csak a szülőknek, az iskolának is. Én egyébként tavaly több iskolában részt vettem a Menőmeza programban, mint táplálkozást tudományi szakember, és nagyon jónak tartottam egyébként ezt a programot, mert a célkitűzések nagyon jók voltak. Nagyon sokszor kétségbe estem, hogy úristen, a szülőket mennyire nem érdekli ez a dolog. És valahogy úgy vettem észre, hogy két irány van. Van, aki már eszmélt, és azt mondta, hogy na most akkor állj, és akkor keressünk valami utat, és ne kúraszerűen próbáljunk meg változtatni dolgokon, hanem nézzük meg, hogy mi a jó, és próbáljuk ezt végérvényesen magunkévá tenni. A másik fele meg az volt, aki azt mondta, hogy engem ez nem érdekel, ez teljesen jó, mit foglalkozunk ezzel. Tehát azért én azt látom, hogy a Csillának a jelen korát nagyon meghatározza a múltja, mint ahogy mindenkinek. És te egyébként hogy érzed magad a bőrödben? Rád kell nézni. Igen, köszönöm szépen. Én jól érzem magam a bőrömben. Azt gondolom, hogy teszek is érte. Mert azért azt, hogy az ember jól érezze magát, ahhoz azért valamit tevőlegesen tenni kell, és itt a műsor elején beszélgettünk, hogy az emberek milyenek, hogy nagyon szeretnek hinni olyan dolgoknak, hogy aki csodát lebegtet, hogy kapsz egy pilulát, és aztán mindjárt szép leszel, jó leszel, friss leszel, fiatal leszel. Hát ez jelentem nem így van, ezért nagyon sok mindent kell tenni, nagyon következetesen és tudatosan, főleg a táplálkozást, és a lelki egészséget. Tehát ezt a kettőt össze kell hozni ahhoz, de ezt magának az embernek kell kialakítani, nem szabad várni senkitől, tenni kell érte. No, ezekről a pirulákról majd azért kicsit később még beszélgetünk, meg a táplálkozásról is mindenféleképpen szeretném, ha egy picit hosszabb időt szánnánk rá, és arról, hogy akkor szerinted a gyerekek egyébként hogyan kellene, hogy táplálkozzanak, de még erre visszatérünk. Réka, te hogy érzed magad a bőrödben? Én köszönöm szépen, jól. Általában jól érzem magam. Én is tudnék egyébként hozzáfűzni ezekhez az olyasmi, hogy mondjam, tehát az olyan dolgokhoz, hogy ki hogy érzi magát, hogy akár panaszkodik, akkor én ide tudtam volna egy kicsit beleszólni, hogy ez egy dolog, hogy az emberek panaszkodnak, most menjünk egy picit arra rá, hogy így a külsőre, és hogy azért nem érzi jól magát esetleg, mert hogy éppen felszedett, vagy éppen le akar fogyni, és nem megy neki, vagy éppen bebeszélte, hogy neki valami nem jó, és ez miatt nem tud változtatni az életén, hogy egyébként nem csak ezt nem, tehát nem csak ezen kéne változtatni, hanem a nem feltétlenül bókokat, hanem hogyha valaki egy dicséretet kap, azt is elfogadni, mert hogy azt veszem észre, főleg nálunk nőknél van ez, hogy hiába, és most a saját embereimről, vagy edzetteimről beszélek, hogy hiába dicsérem meg, és mondjuk ezzel is motiválnám akár egy akár a kinézetben, vagy akár hogy a teljesítményében, hogy mondjuk változhatott az életmódján, de nem fogadják el a dicséretet, és az is már a szervezetének egy ilyen megállt mutat. Bocsánat, csak egy szó, mert igen, nem tanulták meg szeretni önmagukat. Valószínű.
Valószínű, és akkor visszamehetünk egyébként a gyerekkorra, hogyha már így vagyunk. Igen, így van. De egyébként nagyon nehéz most gyereknek lenni. Nekem van egyébként tínédzser gyerekem, aki 15 éves, és hát látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz eleve, hát az, hogy magát megszeresse, ezzel nem volt egyébként probléma, de hogy így a mostani társadalomnak megfelelni, tehát ő is azért, azt nem felejtsük el, hogy nem valós képeket látnak, nem valós történeteket hallanak, akár most így visszamegyünk így a fogyásról, vagy hogy mitől lehet szép, tehát hogy ezek nagyon nehezek mostanában. De én jól vagyok, köszönöm szépen. Azt látszik is, lejön. Ádám, te hogy érzed magad a bőrödben? És még azt majd meséld már el, légy szíves, hogy miért mosolyogtál annyira, amikor a dicséretről volt szó? Jó. Jól érzem magam. Azt hiszem, hogy én egy másik végéről fogom ezt az egészet megragadni, hogy én versenyző voltam, vagy versenysportoló, én a fitness szakákban versenyeztem, abban mondhatom magam eredményesnek is. És azért nekünk szerintem a mi sportágunkban, vagy magában az a testépítés fitness világában ugye sokan küzdenek azzal, amit így Csilla is említett, hogy elértünk egy olyan formát, és mondjuk én is a színpadon álltam egy olyan formával, ami a saját magának az embernek egy etalon, és utána ezt helyre kell tenni, hogyha véletlen nem ebben a formában vagyunk, jelenleg én sem, akkor is van élet, és hogy ez egy fontos dolog lesz, hogy nem feltétlenül kell a fizikalitás, vagy a fizikális testemmel az én boldogság érzésemet, meg elégedettség érzésemet összekapcsolni, és hogy van élet azon túl is, hogy nem feltétlenül kockás a has, és a többi, és a többi. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy ilyen jó irány lehet arról beszélgetni, hogy nem feltétlenül a tökéletességtől leszek én, vagy a tökéletes testtől leszek, vagy abban érzem jól magam, hanem lehet, hogy van itt egy picit komplexebb történt, és akkor érdemes kezdeni beszélgetni arról, hogy hogyan tudom magamba helyre rakni azt, hogy ami az egyik oldalon mondjuk elvettem, vagy ami kevesebb, mondjuk a fizikalitás, esetleg más területen pedig lehet, hogy sokkal több mindent kaphatok, hogyha mondjuk nem magamba ölöm az összes energiát, hogy tökéletes külsővel rendelkezzem. És a dicséret? A dicséret, igen. Ez pont ezzel összekapcsolódik, hogy ha valaki nekem is mondja, hogy milyen jó forma, és akkor én így nevetek, hogy hát de hát nem, mert hogy, és akkor már magyarázkodik az ember, hogy hát ó, hát ahhoz képest, ahogy, na is, hogy én ezen nevettem, hogy sokan vagyunk így, akik a jelenlegi helyzetüket, nem biztos, hogy a jelenlegi állapotunkat úgy látjuk, mint ahogy, és akkor itt van az, hogy el kell tudni fogadni azt, hogy megdicsérnek, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy úgy saját magunkkal úgy kerek egész legyünk. Egy picit most ti, akik ugye testtel úgy szakmailag is foglalkoztok, nyugtassatok meg, hogy vannak azért ilyen sztereotípiák, hogy azok a, most csúnyán fogalmazok, macsók, akik ott állnak a tükör előtt, ugye sokszor mondják, hogy agyatlanok. Most tényleg nagyon lesarkítva mondtam. Erre azt kell mondani, hogy igen, vagy mit vársz? Nem, hanem hogy egy kicsit ezt osztassátok el, ezt a dolgot. Egyrészt ezt, hogy az ember azt képzeli, hogy valaki, hogyha napi szinten jár mondjuk edzőterembe, és csak azzal foglalkozik, hogy minél nagyobb felpumpált izma legyen, az lehet, hogy valahol egy ilyen önimádat, vagy ilyesmi, tehát hogy egy picit tegyétek ezt helyre, hogy ez nem így van. De hogy akkor mondjam én. Szóval én azt gondolom, hogy ma egyébként nagyon jó lehetőségeink vannak, és nagyon jó világot élünk, mert nem az van, mint régen, hogy választanom kell, hogy vagy ez, vagy az, hanem hogy akár az én korosztályomban is azt gondolom, hogy mind a kettő lehet. Azt azért tudni kell, hogy mondjuk egy jó fizikum azért az időigényes, hogy azt az órát valahonnan el fogom venni. Én azt szoktam mondani, hogy legalább ugyanannyit töltsünk olvasásra, mint amennyit mondjuk az edzésre, és akkor már nagy bajok nem lehetnek. Szóval hogy nem az, hogy vagy a súlyzót választom, vagy a könyvet, hanem mind a kettőt együtt. Aztán ez majd a belső igény lesz a kérdés, hogy kinek mire van fogékonysága. Biztos egyszerűbb sokszor a vasakat gyűrögetni, mint elolvasni egy könyvet és elgondolkodni. De azt gondolom, hogy ez a sztereotípia, ez nem igaz, abszolút nem.
hadd szóljak hozzám, pont az Ádámmal volt egy ilyen esetem, és talán ez tanulságos lehet a nézők számára. Ő bejárt a rádióba, én mindig láttam, közben láttam plakátokon és egyebek, és úgy kialakult bennem egy elképzelés, amit a fitness jóképű fiatal emberekről úgy kiszoktunk alakítani. Biztos, nem is értem, mit keres a rádióba. Még nem egyszer úgy alakult, hogy én csinálhattam vele egy interjút, és mérhetetlenül szégyeltem magam, hogy hogy állapíthattam én meg ilyesmit pont egy Fecser Ádámról, akivel annyira jól el lehet beszélni, és tanulni tőle, és egyáltalán, tehát nem szabad így gondolni. Az, amellett megismertem egy hölgyet is közben, aki szintén fitness bajnok, és nála ugyanezt tapasztaltam, tehát előítéleteket nem szabad gyártani. Jól mondom. És akkor igen, adjuk igen. Vissza Rékának a szót szerintem. Nagyjából egyébként elmondtad, amit szerettem volna, igen, úgyhogy... Igen, de a maga fitnessség is egy életstílus, tehát most igazából most én szerintem nagyon lesarkítottuk erre az egy pontra. Hát azért a hétköznapi embernek az élete nem erről szól. Tehát az, hogy most valaki ezt hobbi szinten, vagy foglalkozási szinten űzi, nyilván vannak elvárások, mert vele szemben is van elvárás, mert neked ez a foglalkozásod, hogy te tévében dolgozol, műsort vezetsz, sok mindenről kell tájékozódni kell azokról a vendégekről, akik itt vannak. Na most, aki a fitnesszel foglalkozik, nyilván ők abban tájékozottak, hogy hogyan lehet a tested a legtökéletesebb. De nem ez az etalon. Tehát én azt gondolom, hogy nem ez az etalon, mert hogyha valakinek ez az etalon, akkor ott már valamilyen függőség van, tehát ott már valami félrecsúszott, ami bármilyen más dologba is félrecsúszhat ott is, hogy valakinek a 30 kilós súly az etalon, de az már egy más történet. Hát, bocsánat, csak hogy azt gondolom, hogy jó témánál jó helyen vagyunk, amikor a témáról kell beszélnünk, mert ugye sokan magukon kívülre helyezik a... Hát, vagy mondom inkább máshogyan, hogy gyakorlatilag olyan etalonok, olyan példák lettek standardek, gyakorlatilag akire mindenki hasonlítani akar, ami egy, valószínűleg nem igaz, mert ugye Instagramon máshol látjuk, hogy nem is úgy néz ki a valóságban, szoktuk mondani, hogy az utcán nem ismerjük meg, de képeken jól nézett ki, szóval, hogy ez egy tök jó dolog, amiről beszélünk, hogy maga a fitness, maga ez az életmód egy fantasztikus dolog lehet addig, amíg nem egy börtönt csináltam magamnak, és hogy nem megyek-e sehova, mert úristen, meg 3 óránként eszek, meg nem tudom, szóval, hogy ez fontos, hogy ezt helyre kell rakni, hogy nem nézhetek ki mindig úgy, egy-kettő pedig, hogy nem is kell, hogy úgy nézek ki. Egy picit hogy vigyem másfelé is ezt a beszélgetést, amit ugyanerről szól, hogy nem csak azért, főleg egy bizonyos kor után, nem csak azért foglalkozunk a testünkkel, hogy most hogy nézünk ki, vagy mit mondanak rólunk mások, vagy mit mutat a tükör, hanem nem szabad elfelejteni, hogy ez az egészséggel függ össze. Most ülj le egy strandon, nézd meg, hogy fiatalok, de tényleg tinédzserek, hányan küzdenek túlsúllyal, és tudom, hogy ez nem normális. Tehát nyilvánvaló, hogy ez nem a külsejét jelenti problémának, tehát most, ha én elmegyek Rékához, az nem feltétlenül azért lesz, mert hogy fogok kinézni, hanem az egészséget. Marika az igazolója, hogy a túlsúly milyen betegségeket okozhat, és ezt elfelejtjük, mindig azzal foglalkozunk, hogy most éppen mennyire vagyok feszes, vagy ilyesmi. Ugye, ez igen, fontos. Egyébként ez így van, bocsánat, ez tényleg, és én is hasonlót akartam pont Ádám előtt mondani, hogy ne felejtsük el, hogy miért kezdünk el akár sportolni, vagy tényleg változtatni az életünkön, vagy a táplálkozást, az egész életvitelen, mert hogy nálam is rengetegen járnak, akik nem feltétlenül azzal a céllal jönnek, és hál' Istennek én ezt mondom, mert látom a másik oldalát, és nagyon jó, nagyon szép látni, amikor valaki változik, de valakinek nem az a célja, hogy akár elmenjen egy versenyre, vagy hogy kockás legyen a hasa, ő annak is örül, hogyha tényleg egészségesebb, nincsen problémája a cukrával, és akkor ott még sorolhatnám én is, ugyebár ezeket az egészségügyi problémákat. Úgyhogy igen, én is azt gondolom, hogy erről is kéne beszélni, mert hogy, ahogy mondtad is, hogy a fiatalok, én járok így a fiatalok körébe, pont így a lányom végett, és látom, hogy nagyon sok probléma adódik, már most túlsúllyal küzdenek, és igazából nem is foglalkoznak vele. Ezt akartam egyébként mindegyőtöktől, akik így szakértők ültök itt kérdezni, hogy mennyire jellemző az, hogy egyáltalán az egészségük miatt mennek mondjuk az edzőterembe. Vagy ez most már egy kicsit változik? Egy kicsit változik. Én azt vettem észre az utóbbi időben, hogy egyre többen. Tehát az utóbbi időben már rendesen problémákkal, akár szó szerint papírokkal, kis leletekkel is érkeznek, hogy segítsünk, tehát nem feltétlenül a kinézet miatt. Ez szerintem jó irányba változott most már. Igen. Nálatok is így van az Ádám?
alapvetően én azt látom, hogy az irány, hogy kicsit ilyen tömegsport kezdünk lenni, ami szerintem jó, mert most már nem csak azért jönnek az emberek, hogy hú, de csodálatosan fognak kinézni, hanem hogy megjelent az az igény, ami egyrészt mondjuk megjelenik az éttermek is, látják, hogy sokan keresnek már egy picit másabb, nem csak a nokedlés, a pörkölt, hanem vagy valami mást, és az az igény egyébként a sportolásban is megjelent, meg egy kicsit úgy saját magukkal szemben. Egyébként sok előadást tartok fiataloknak, hál' Istennek így sulizom sokat, és ott szoktam mondani a gyerekeknek, hogy egészségesnek nem feltétlenül azért kell lenni, hogy most milyen csodálatos lesz a külsőnk, hanem hogy nem mindegy, hogy mondjuk a gyerekemnek vagy az unokának leszek ott a ballagásán, ezt ilyen kisarkítva, de hogy valahol igazából talán ezért kéne, vagy erről kéne szólni ennek a dolognak, meg az, hogy amennyi évet leélünk, nem tudom kinek mennyi adatik, meg azt milyen minőségben tudom leélni, és az lesz a nagyon-nagyon fontos, és azt most kell megalapoznom, mint amikor beszélnek ugye arról, hogy a gyerekeknek, ha 20 éves korában elkezd félretenni, akkor és akkor jönnek ezek a tanmesék, mondjuk pénzügyi területen, ugyanez egyébként az egészségünkre is igaz, hogy amennyit beleteszek most, azt fogom én a későbbiekben az idősebb koromban visszakapni. Marika, te azért egy kicsit más vetületből foglalkozol ugye a testtel, és a, hát gondolom, hogy a lélek sem kizárható azért ebből, és ugye téged meg nagyon sokan keresnek meg, itt a műsor előtt beszéltük, hogy tényleg orvosi papírral mennek hozzád, sőt nagyon sokszor úgy mennek hozzád, hogy te diagnosztizáljál, mert te tényleg a természetgyógyászatban egy hát olyan szakember vagy, akinek úgy azért hisznek az emberek. Igen, hát ez egy érdekes kettőség, mert ugye én a pályámat azt patikában kezdtem. Tehát a hagyományos orvosrásról is van fogalmam, azért több éven keresztül tanultam ezt. És utána, amikor én átnyergeltem a fitoterápiához, tehát a növényi gyógyításhoz. Hát nem mondanám ezt egyáltalán, tehát a növények irányába fordultam, ennek is meg volt az oka, akkor tudtam egyensúlyt tartani. És az a nagyon nagy probléma, tehát itt ugye majd a mozgásról is arról szól, hogy kérik a segítséget, mert látják a tudást. Nálam az a helyzet, hogy olyan embert nagyon nehéz találni, aki mind a két irányból tud segítséget, támpontot, vagy valamilyen olyan lökést adni, hogy merre induljál. Mire gondolok én? Ugye elmegy valaki egy orvoshoz, a hagyományos nyugati orvoslásnál belekerül abba a körforgásba, hogy nézik azt a kis szegmenset, amire ő panaszkodik, elkezdik, ide menjél, vizsgálat, ez az amaz, találnak valamit, írnak egy gyógyszert. És akkor elkezdődik ez a körforgás. De van, akinek ez kevés. Van, aki azt mondja, hogy miért jutottam én el idáig, és akkor itt jövök a képbe én, hogy akkor hogyan tudok én segíteni, hogy megváltoztatjuk ha látom a hibát, megváltoztatjuk a táplálkozását, megváltoztatjuk az életmódját. Nagyon sok gyógynövényt applikálunk be a mindennapokba. Gondolom, ti is szeretettel használjátok azért. Tehát a mozgáshoz is kell az, hogy olyan növényekkel egészítsed ki a terápiát, amitől kerek lesz. Viszont én nem vagyok ilyen nagyon bigott természet gyógyász, hogy idézőjelben mondjam, mert nem is vagyok természetgyógyász. Tehát én ha azt gondolom, hogy szükséges, hogy menjen orvoshoz, akkor igenis biztatom, hogy tessék orvoshoz menni, mert ezt a problémát, mert jönnek nekem, hogy 180/100 a vérnyomásom, akkor nem az lesz az első, hogy én most ezt elkezdem. Nyilván, hogy a táplálkozási részét el fogom mondani, hogy mi vezet ahhoz, hogy ez lemenjen. De ha nem történik meg, akkor tessék orvoshoz menni, mert ezen nem szabad játszani. De egyébként visszatérve a mozgásra, hogy ez a nyitott torna termi dolog, ez is nagyon-nagyon jó. Nyilván, amikor szakavatott ember vezényli a mozgást, az a tökéletes, de gondolom, hogy nem lehet folyamatosan éveken keresztül oda járni, és vannak ezek a nyitott torna termek, ami megint csak nagyon sok problémás ember tudja ezt igénybe venni. És nem csak túlsúlyra gondolok, nagyon sok az ízületi problémás, rettenetesen sok, aminek megint csak a helytelen táplálkozás az alapja, mert azok a dolgok, amelyeket nem tudtunk kiüríteni, azok szépen az ízületekbe lerakódnak, és akkor ott okozzák a problémát későbbiek folyamán. És még egy széljegyzet, hogy a mozgásszegény életmód. Tehát azért jutottunk mi ide, azért olyan túlsúlyos a magyar, meg már a gyerekek is, mert teljesen átalakultunk. Tehát ez a jóléti társadalom, ez már nem arról szól, hogy én fölkelek 5 órakor, aztán megyek kemény fizikai munkát végezni, hanem fölkelnek 8 órakor, 9-re bemegy a munkahelyre, leül a számítógép elé a legnagyobb része, és ott ül, és nem mozog, és közben meg tolja be a mindenféle szendvicseket.
No, de azért volt egy kis sikertörténet is ugye a Csilla fogyása kapcsán, ahol ugye hát nálad a rádióban azért annyira nem kellett, hogy lássanak, most a tévében ugye azért kell, mert azért azt elmondjuk a kedves nézőknek, és akkor egy kicsit kanyarodnék arra a részére a műsorunknak, hogy egy picit megismerjünk titeket, és elmeséljétek azt, hogy hogyan csöppentetek bele abba, amit csináltok, és hogy most jelenleg egyébként mi újság. De hogy a Csilláról azért azt el kell mondani, hogy ugye a Vörös Marti Rádió most jelenleg nem... Nem szól, mondjuk így szépen, igen, de reményeink szerint hamarosan fog, de addig is van egy átmeneti időszak, amíg, hát mivel mi ugye a médiacentrum berkein belül közösen dolgozunk, így most neked is lehetőséged van arra, hogy a képernyőn újra feltűnjél, mivel hát ugye régen innen kezdted, és hát kaptál két nagyon jó kis műsort, úgyhogy most azt légy szíves, meséld el a nézőknek, hogy hogy érzed magad. Meg hát én egyébként örülök annak, hogy most nem mint a rádióban az interjú alanyot, hanem most mint a vendégem vagy itt. Mindig őszinte voltam, úgyhogy igyekszem most is az lenni, és elmondani, hogy tulajdonképpen ez milyen hatással van rám. Ahhoz tudni kell, hogy én 1988-ban tényleg egy videóstúdióban kezdtem, amiből aztán később tévé lett. Nem igazán tudtam kibekülni én a kamerával, ezt a itt ülő operatőr kollégák tudják, hogy mai napig küzdök azzal a fekete lukkal, amiben bele kéne nézni. Viszont volt egy lehetőség 93-ban kipróbálni a rádiózást, és én akkor rájöttem, hogy nekem ez az utam. És nagyon megszerettem, és tulajdonképpen mostanáig rádióztam. Vörös Marti Rádió, aztán a már szintén nem működő kereskedelmi rádió a városban, a Fehérvár Rádió, majd vissza a Vörös Marti Rádióban, ami most tényleg a pályázata elbírálás alatt van, naponta imádkozom, és szerintem ezzel minden kollega így van, és nagyon remélem, hogy sok hallgató is, hogy egyszer csak megjöjjön a zöld lámpa, és kezdhessünk el újra dolgozni. Addig pedig, hát itt is hálás köszönetem a Fehérvár Média Centrumnak, hogy nem engedtek el bennünket, hanem kaptuk ezt a lehetőséget. Megijedtem. Tehát azért ennyi idősen egyszer csak azt mondani, hogy most akkor visszaülök a kamera elé, és akkor most, hogy legyen, hát egy éjszaka alatt megvívtam ezt magamba, és reggel azzal keltem, hogy hal vagyok, ha nem próbálom meg. És bele is vágtam, és rengeteg bíztatást kapok a kollégáktól, nagyon-nagyon sokat jelent, nagyon sokat segít, már itt ottam ott nézőktől is, ezért külön hála és köszönet természetesen a nézőknek, úgyhogy próbálkozom vele, és közben várjuk a rádiót. Hogy érzem magam a tévézés közben, ha már arról van szó, hogy érzem magam a bőrömben, hát egy-egy felvétel előtt, ami gyakorlatilag mindennapos, minden bajom van. Tehát most bocsánat, ha kimondom a hasmenéstől kezdve, nem tudok aludni, minden bajom van. Aztán egyszer csak kipurosodik az a pici lámpa a kamera fölött, és elmúlt. És onnantól kezdve már csak a riportalany érdekel, a beszélgetés érdekel, és utána mai napig még mindig azt mondom, hogy ez nem én voltam, ezt én nem hiszem el. Tényleg én voltam? Ezt most ki csinálta? De onnantól kezdve egyébként, hogy elindul, nem olyan, mint hogyha a rádióban ülnél? Nem, soha nem lesz olyan. Nem tudod kizárni a kamerákat? Soha nem lesz olyan, mintha a rádióban ülnél. Teljesen más lehetőséget ad a megszólalásra egy rádió, mint a televízió. Én nem mondom, hogy rosszabb, de én úgy élem meg, egy kicsit közvetlenebb tudsz lenni a rádióban. Egy kicsit lazább tudsz lenni a rádióban. Azért a kamera, hogy ott van, és ugye a tévénéző ott van, azért az mindig ad egy, ugye tartsd magad. Eleve az, hogy nem mindegy, hogy vagy felöltözve, nem mindegy, hány kiló sminket cipász az arcodon közben, ami most ebben a jó időben jutott. És hogy az lejötte, vagy nem? Igen. Tehát nem tudsz annyira a tartalomra figyelni, mert másra is kell. A rádióban jó, hát a keverőpultot is mi kezeljük ma már a mai rádiózásban, de mégis sokkal több időd van azzal foglalkozni, hogy a tartalom, ami kimegy, az olyan legyen, amilyen lennie kell. Hát én rádiózom úgy, hogy amellett, hogy ott van előttem három monitor, még ott van egy csomó papír is, amit mind használok egy műsor alkalmát. Na, itt ez nehezebb lenne megcsinálni, mert most a limonádéból olyan sok mindent tudnék mondani éppen, de ez mégsem az a segítség. Szóval nem ugyan, soha nem lesz ugyanolyan, de nem baj. Tehát most erre volt lehetőség, úgyhogy én csak köszönöm. Itt legalább tudom. Nem kell azzal foglalkoznod, hogy te vedd fel magadnak a dolgokat, itt vannak az operatőr kollégák. Ez is furcsa. A közvetítő autó, tehát legalább ez is furcsa, ezt is elmutatnám, hogy rádiósként kitalálom a témát, leszervezem a riportalanyt, felveszem a riportot, megvágom az anyagot, beteszem az adás lebonyolítóba az anyagot, és tulajdonképpen mindez idáig nem kellett még egy ember, hogyha nincs technikai probléma, mert így megoldottam. Nekem ez annyira furcsa, és először ez is bántott, hogyha én elrontok valamit, akkor ennyi kollégának a munkáját fogom elrontani, ez pedig aztán adta a plusz. Köszönöm.
De így legalább nem rontasz, szerintem. Igyekszem. Marika, nálatok, hát nagyon régóta üzemel már a kis gyógynövény szaküzletetek, és tényleg nagyon-nagyon sok éven keresztül visszatérő, hát pácienseid vannak, hogy úgy mondjam. Igen, a férjem azt szoktam mondani, hogy két ember van Fehérváron, aki már volt nálad, meg aki lesz. De most, igen, 1996-ban kezdtem én ezt. Nem is én kezdtem, a gyógyszertári központ kezdte. Csak én, mint megbízott vezető voltam ott, és utána, amikor jött ez az egész privatizációs dolog, amikor megszűntek a padikák, megszűntek a gyógyszertári központok, akkor lehetőségem nyílt arra, hogy kiprivatizáljam jó-csúnya szóval élve. És ez megtörtént. Akkor volt egyfajta arculata az egész dolognak, akkor teljesen az én hozzáállásom, az én attitűdöm is teljesen más volt. Akkor még friss volt, a patikából léptem ki, tehát ott olyan félúton voltam én az egészben, és utána, ahogy éltem a mindennapokat, ahogy találkoztam az emberek történeteivel, rájöttem, hogy milyen irányba kell még magamat fejleszteni. De nagyon sok minden volt, tehát most is nagyon-nagyon sok minden van, tehát az ember örök életig tanulhatna, akkor sem lenne elégedett szerintem azzal a tudással, amit bír. És akkor én azt gondoltam, hogy Szombathelyen indult egy ilyen egészségtanár képzés annak idején. Ez egy 4 éves képzés volt, és az adta nekem az alapot. Tehát az inkább a pszichológiai, nyilván volt élettani alap is, de az inkább a lelki dolgokat, a szociológiai oldalt, tehát sok mindent, amit amíg addig nekem hiányzott. És utána, ahogy fejlődött ez az egész, ahogy alakult ez az egész élet, ahogy erősödtek a különböző betegségek, ugye, nagyon-nagyon-nagyon megnőtt a szív- és érrendszeri problémák száma. A rákról ne is beszéljünk. Nagyon sok, tényleg, és már fiatalon. Tehát, és nem csak amiről szoktunk, ugye annak idején, hogy 70 év felett jöttek a problémák, most már nem, most már 40 év felett jönnek a problémák. Tehát olyan kor, olyan annyira kitolódott ez rossz irányba, amire azt gondoltam, hogy ezt muszáj fejleszteni, és akkor a Szemmelweis Egyetemen van egy ilyen táplálkozástudományi szak, amit azt gondoltam, hogy mindenféleképpen hasznos lehet, hogyha én ott meghallgatom az okosságokat, és tényleg nagyon-nagyon sok okosságot tudtak mondani, amit aztán én most a betegek fele tudok közvetíteni. Van rá igény, óriási igény van rá, csak nekem az a szívem fájdalma, hogy ne, tehát ahol alternatív gyógyászattal, gyógynövényekkel foglalkoznak, nincs mögötte meg a tudás, és mindig attól félek, hogy mikor, ki, hol csúszik félre, hogyha a bizalmat leteszi. De hát én küzdök ott a saját küzdőteremen. Réka, te hogy csöppentél bele ebbe az egész fitness világba? Beleestem. De nem... Mindig sportoltam, akkor inkább így kezdeném, hogy fiatalkoromban, ez túlzás, de fiatalkoromban kezdtem el sportolni. Nagyon sok sportot ki szerettem volna próbálni, amit nem nagyon engedtek a szüleim. Úgyhogy én úgy gondoltam mindegyiknél, hogy majd, ha majd megtehetem és felnőtt leszek, akkor ezeket így mind meg fogom tanulni, és akár a lovaglástól elkezdve sok minden, és ez így is történt, tenisz, mi egymás, tehát hogy én szerettem ezeket a fajta sportokat. Majd igen hamar elkezdtem rendesen edzőterembe járni edzővel. Ott már éreztem amúgy, hogy nekem majd valamikor ezzel lesz még dolgom, de nálam elég hamar eljött az anyaság, amit igazából így is terveztem, úgyhogy ez így jó is volt, de tudtam nagyon jól, hogy ha túl leszek ezen az anya szerepen, hogy már mást is mellé be tudok hozni, akkor szeretnék majd ezzel foglalkozni, úgyhogy hát 2013 óta foglalkozom emberekkel, akkor inkább így mondom. Tehát akkor kezdtem el rendesen fogalmazunk így, hogy edzősködést. Nekem az volt nehéz megtanulni, amit a Csilla mondott, hogy akár a tévében, hogy kiállni az emberek elé. Tehát, hogy más az, hogy valaki eljön egy személyedzésre, és
csak te vagy ott, és én, és az is más, vagy más, amikor ki kell állni akár 20 ember elé, vagy mondjuk elmenni egy fellépésre, és hál' Istennek szerencsés vagyok, elég sok fellépésen vagyok túl, ami borzalmas sok energiát adott mindig is, most már így utólag azt tudom mondani, hogy nem is tudom, hogy nekem miért voltak előtte ilyen problémáim, amit te is beszélsz, hogy nekem is nap mint nap küzdöttem ilyen problémával, akár egy csoportos edzés előtt is, hogy Úristen, akkor most ott fog előttem állni. Hát azért ugye ilyenkor te vagy az etalon, tehát nyilván a testedet nézik. Most akaratlanul is mondom, hogy azért te oda kiállsz, azért azt mondják, hogy jó, akkor lehet, hogy ilyen feneket akarok, mint a Rékának van, nem? És ez így nagyon sűrűn elhangzik, úgyhogy mármint, hogy nem a fenekemről, hanem hogy olyan fálat szeretnék, mint neked, de hogy olyan feneket, de hogy olyan hasat, és nagyon-nagyon aranyosak, és akkor én is elő szoktam jönni ezekkel, hogy amit hoztunk, és hogy azt ne felejtsük el, és hogy a te testalkatodból a lehető legjobbat fogjuk nyilván kihozni, de egyébként még a kedvencem, amikor hoznak egy ilyen 15 évvel ezelőtti, mondjuk 2 gyerekkel ezelőtti fényképet, hogy így szeretnék kinézni, és akkor ez így nehéz, de akkor mindig egy ilyen kis komoly beszélgetéssel kezdjük. Úgyhogy én is igazából hát úgy csöppentem bele, hogy tudtam, hogy azzal szeretnék foglalkozni, amit igazán szeretek csinálni. Tehát, hogy ez legyen a hobbi gyakorlat, vagy a hobbitból legyen ugyebár a hivatásod. Én igazából most ebben vagyok, hál' Istennek, úgyhogy borzalmasan szerencsésnek érzem magam. Amúgy is szeretek az emberekkel foglalkozni, szeretek beszélni, szeretek segíteni nekik, szeretem motiválni őket, úgyhogy én azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyen vagyok most. Azért még egy mondatban válaszolj erre, kérlek, hogy nyugtass meg, hogy azért rád is néha rád jön 1-2 kiló, és sokszor. Neked is azért meg kell küzdeni. Sokszor. 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 Én egyébként hízékony alkat vagyok amúgy. Tehát, hogyha nem figyelek oda, és most ez az odafigyelés, ez kinek mit jelent, tehát ezért jelzem, hogy nem diétázom, tehát nem koplalok. Nem salátáról salátáról, mint amit beszéltük egyébként, mert ez a csak salátát eszik, ettől egyébként egy kicsit úgy mindig így hátborzongok, amikor így jönnek ezzel. Én szeretek enni, szeretek jókat is enni, de azért többségében megpróbálok jó lenni. Tehát, hogy odafigyelek, viszont nálam a gyerekek is megkapják a fagyit, én is fagyizok velük, hogyha úgy van, nyilván nem lehet úgy érni, hogy folyamatosan megvonjuk a szervezetünket, és most itt a nem feltétlenül a jó ételről beszélek, de hogy azt gondolom, hogy azért a szervezetünk úgy reagál arra is, illetve jelzi, hogyha hiánya van, úgyhogy rám is rám szokott jönni, és nem soha nem is tagadtam le akár egy édességroham, én eléggé ilyen édességfüggő vagyok. Hogyha ezt jól tudom kezelni, akkor sütök valami egészségeset gyorsan. Ha nem, akkor sajnos becsúszik nálam is, de én azt gondolom, hogy ez nem baj. Tehát, hogy ez egyáltalán nem probléma. Csak tudni kell ugyebár mértéket tartani, meg változtatni az életen, és akkor minden rendben lesz. Ádám, muszáj puskáznom. Mert hogy téged tényleg nagyon sokféle területen lehet látni tevékenykedni, azon kívül, hogy ugye az egyik konditeremnek vagy a szakmai vezetője, voltál alpolgármester is a kis településeden, ahol élsz. Ezen kívül az Albatrinek az a elnökségi tagja is vagy. Az I-generációért, jól mondom? Egyesületben elnöke. Is tevékenykedsz, igen. Ezen kívül fiatal civil kurázsi, ha jól elnök, látom. Igen. És hát még ezen kívül azt is elmondhatjuk, hogy egészségtantanár vagy, tehát, hogy meg még szerintem még nagyon sok minden mást is el lehet rólad mondani. Hogyan kerültél ezekhez a dolgokhoz? Azért nehéz, de közben nem nehéz kérdés, mert hogy alapvetően én mindig nyitott voltam arra, hogy mi az, ami érdekel engem. Egyébként a gyerekeknek is ezt mondom mindig, hogy nézd meg, hogy mi érdekel, miben tudsz úgy elmerülni, és valószínűleg abban vagy tehetséges. Úgyhogy nekem való ez a sport, meg a sporthoz közeli dolog volt. Egyébként pont Szombathelyen végeztem én is egészségtantanárként, de van egyébként masszőr végzettségem is, alapvetően pedig a Jákiban téli informatikusként végeztem, mellette persze lett ez a személyedzés. Az a rész egyébként sosem érdekelt, az inkább csak, hogy úgy, ha lehet, akkor azt végezzük el. És hát abban a szempontból mumus voltam szerintem mindig, már amikor versenyeztem akkor is, hogy picit másabbul, eléggé ilyen filozófikus alkat vagyok, úgyhogy én máshogy éltem meg ezeket a diétákat is, és hogy én a diétázásnál, amikor úgy nagyon-nagyon-nagyon drasztikus diéta volt, annak is inkább
azt a részét éltem meg, hogy ez egy tök jó dolog, hogy kicsit elkerül a fókusz arról az evésről, és arról a dologról, amit ma látok egyébként nagyon sokaknál, hogy azért vannak elhízva, mert az életben nagyon sok területen vannak problémák, és az étkezés az egy tökéletesen jó lehetőség a kompenzációra, úgyhogy a legtöbben talán nem is biztos, hogy a diétába kéne, hogy belecsapjanak, hanem inkább egy ilyen lelki diétába, és ott kéne helyre tenni valamit, és utána megszűnik egyébként az, hogy falási rohamok, meg ilyesmik. Szóval kicsit erről az oldalról. Aztán nem véletlen lettem pedagógus, én azt szoktam mondani, hogy 0 kilométeres tanár vagyok, és szerintem az is maradok, mert az oktatásban, a jelen rendszerben valószínűleg, mint hivatásos pedagógus nem fogok részt venni, de nagyon sokat vagyok iskolában, úgyhogy megvan az a része, hogy valamit át kéne adni a fiataloknak. És a sportolás, ez egyébként vicces, mert hogy itt Magyarországon én még mindig a második legeredményesebb vagyok az én sportágamban, vagy ebben a kategóriában, amiben versenyeztem, de nem tekintek magamra úgy, mint sportoló. Szóval amikor így sportolóként mutatnak be, akkor egy kicsit így körbenézek, hogy kiről beszélnek, mert hogy nem érzem ezt. És ez egy ilyen furcsa is, mert hogyha megkérdezed pont, hogy ilyen sok mindent felsoroltál, nem tudnám megmondani, hogy ki is az, akit úgy hívnak, hogy... Viszont azt tudom, hogy van egy történet, amit nekem is el kell mondani, és egy picit így saját magamon keresztül kéne bemutatni ezt, hogy lehet máshogy is élni, és hogy pont ez a fontos, hogy lehet a sportolás, meg lehet az, hogy például az egyesületeknél nagyon sok jó dolgot csinálunk, meg ugye van a kis értékmentők csapatunk, ott a kis fiatalokkal rengeteg önkéntes dolgot csinálunk, és azt gondolom, hogy amikor az egészségről beszélünk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy egy átfogó egészségről beszélünk, ugye ezzel, hogy a WHO mondja, és nem feltétlenül ugye, hogy a betegségek hiánya és hogy a fizikális jólét lesz, hanem van ezen a túl valami más, amiről aztán szerintem éveket lehetne beszélni, hogy kicsit magasabban kéne talán saját magunkat is, mint emberek kezelni, hogy nem csak az, hogy eszünk, meg elmenjünk dolgozni, meg nem tudom, hanem hogy valamiért ide jöttünk, és akkor most nagyon mély leszek, de hogy mégis azt gondolom, hogy a sportolás is egy tök jó eszköz. És én is rengeteg mindent tanultam meg magamról, és ezt ezért kezdtem el, mert azt gondolom, hogy a sportolás, maga ez a diétázás és ez az egész életmód egyébként egy nagyon jó önismereti tréning, és még ráadásul ingyen is van, és jól fogunk kinézni a végén. Úgyhogy valahol inkább arról az oldalról kéne megfognunk ezt az egészet, hogy mennyi mindent tanultunk magunkról, és hogy amit itt mondtak is a többiek is, hogy magunkból ki tudjuk hozni a legtöbbet. És hogyha rendben vagyok fizikálisan, meg egészséges vagyok, akkor utána már van egy másik szint, amiben pedig bele tudok kezdeni, hogy akkor mi más dolgom van még itt a Földön. Ha ez nem lett túl mély, bocsánat. Hát most már nagyon közelítünk a műsoridőnk végéhez, úgyhogy szeretnénk titeket, szakértőket arról kérdezni, hogy szerintetek, hogyha valaki jól akarja magát érezni a bőrében, akkor mit kell tennie? Most ez nagyon tág, mert nyilván nem mindegy, hogy kinek milyen az alkata, ki mennyi kilótól szeretne megszabadulni, de mi lenne az egészséges mérték, akár természetgyógyász szempontból, akár a ti szempontotokból, amivel úgy az ember jól tudja magát érezni, és nyugodtan beleszólhatsz te is, Csilla, mert azért te meg nagyon sok beszélgetésen vagy túl, és nagyon sok embert ismersz, és nagyon egyébként én úgy látom, hogy rólad úgy azért sugárzik az, hogy te meg jól érzed magad, úgyhogy te is mondj egy pár tanácsot, kérlek. Természetesen, mint szakértő, én nem tudok hozzászólni. Én abból próbálok kiindulni, amit a műsorokban is sugárzok, keresni a jót, és pozitívan gondolkozni. Akkor, amikor egy vasárnap reggel arra ébredünk, hogy zuhog az eső, fúj a szél, pedig nyárnak kéne lenni, akkor is rádióban is igyekszem úgy megszólalni, hogy ebben is megvan a jó, mert milyen jó az bekuckózni egy ilyen időben, és egy jót pihenni, ha főleg ez vagy. Tehát mindenben keresni a jót, mert szerintem az emberek annyi rosszat kapnak a médiától is, ebben egy kicsit mi is hímásak vagyunk, folyamatosan a negatív dolgokat kapják, hogy keresni a jót, és hogyha valaki pozitívan lát a világba, akkor könnyebben fogadja el önmagát is. Nekem az egy nagyon nehéz gyakorlat, amit mondtak szakemberek, hogy állj a tükör elé, és mondd, hogy szereted a tested. Hát, én ugyan nem, de nem baj. Biztos megvan ennek az értelme. De azért majd keressük abba is a jót. Tehát én ezt tudom mondani, hogy keresni a jót, és hát a fogyás és a test alakításban csodaszerek nincsenek. Ezt megtanultam Marikától, és azóta is vallom. De szerintem jobb, ha a szakemberek mondják el ezeket a dolgokat. Csilla, ne haragudj, sikerült ez a tükör előtti dolog?
Nem mondom, én nem tudom megszeretni önmagam. Csak kérdezem, hogy megpróbáltad? Én megpróbáltam, megnéztem, hát mondom, aki ezt tudja szeretni egészségére, férjem szerencsére. Ez érdekes, távol. Nagyon érdekes, én is sokszor hallottam ezt, hogy oda igen. kell állni a tükör elé, és igen, na, én szerintem, mert hogy azt mondják, hogy ha el tudod fogadni magad, akkor fog tudni elkezdeni. Ha elfogadnám magam, akkor miért akarnék akkor lefogni? Akkor nem akarnál változtatni. Így van, egyébként szerintem is, hogyha valaki elindul, az már egy fél siker. Tehát már akkor azt gondolom, hogy az már... Akkor már jó úton halad valaki, így van. Hát amikor már pedikűröshöz kell menni, mert nem éred el a lábadat, akkor már ott valami baj van, ott már valamit kezdeni kell. Van, aki anélkül is megy, és tehát. Ezt... Igen, de akkor nem veszek csatos cipőt, mert nem tudom becsatolni. Most eszembe jutott, amikor terhes voltam, akkor csak papucsba tudtam közlekedni. Na most gondold el, aki így éli le az életét. Így van. És aztán jönnek a betegségek. Nálam volt, tehát nekem volt olyan laborleletet vittem Marikának, hogy csak úgy szikrázott, úgyhogy volt miért csinálni tényleg egészségek. Jó, de akartad, az volt egyébként az a legfontosabb. Itt a kurszó egyébként, tehát a Csilla az az eklatáns példája annak, hogy valaki változtatni akar és azért tesz. Mert a műsor elején beszéltünk róla, hogy az emberek borzasztóan hajlamosak a mindenféle kecsegtetéseknek, hogyha most lenyelsz egy bogyót, akkor te aztán te leszel a Lolo Brigida, vagy a nem tudom kicsoda, azért nagyon-nagyon sokat kell tenni, és azért nehéz itt most pár szóban ezt összefoglalni tulajdonképpen, hogy mit tudsz tenni, mert nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kell tenni annak, aki esetlegesen valamilyen a tükör előtt valami olyat lát, ami neki nem tetszik. Mert egyébként ez teljesen normális. Én azt gondolom, hogyha belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy hát ez vagy ez nem tetszik. Jó, akkor ha nem tetszik, akkor tegyek érte, hogy a legközelebb, ha belenézek, akkor tessen. Megnézem, hogy mit tudok érte tenni. De nem várni a csodát, hanem részt venni tevőlegesen a változásokban, és egy nagyon-nagyon fontos, de erősítsetek meg, hogy nem adhok jelleggel. Tehát nem úgy, hogy én most csinálok egy kúrát, ez nem is szeretem, Csilla nagyon jól tudja, hogy az, hogy fogyókúra, attól a hátamon föláll a szőr. Tehát ez egy borzasztó, nagyon rossz kifejezés. Bocsáss meg, ne haragudj, hogy most beleszólok, de mennyire érdekes az, hogy valakinek van ahhoz kitartása, hogy ahogy ők nevezik fogyókúra, hogy mondjuk drasztikus fogyókúrába kezdenek, mondok valamit akár 2-3 hétre, az is borzalmasan nehéz, ahhoz van kitartása, igen. De mondjuk ahhoz, hogy megváltoztassa az életvitelét, igen. Vagy normális táplálkozásba kezdjen, és mondjuk igen. Nem most nem azt mondom örökre, de azért hosszabb időre, ahhoz meg nincsen. Ez milyen érdekes, ha észreveszitek. Az én fogyási történetem 2,5 évig tartott, 2,5 év alatt a Marika nem hagyott koplálni, tehát soha nem voltam igazából éhes. Tehát úgy fogytam le, és aztán a végén volt egy ilyen önpróbálkozásom, talán a korlátaimat feszegettem, amikor csináltam egy 15 napos böjtöt, na azután kezdtem el újra hízni. Igen, erről beszélgettünk is, és ez nagyon érdekes. És egyébként a bőjtbe is nagyon sokan ezért fognak bele. A fogyás véget nem az miatt egyébként, amiért kéne amúgy, de mindegy, ez meg egy más téma. Igen, igen. Csak elfeledkezek a sejtmemóriáról. Tehát a sejtmemória az egy olyan fontos tényező, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, ami megbosszulja önmagát. Így van. Megbosszulja önmagát. Igen. Akkor még egy-egy mondatban Ádám és Réka. Egy-egy jó tanácsotokra lennék kíváncsi. Az érték a mérték. Azt gondolom, hogy ez nem ad sebészet, most bocsánat, hogy így mondom, de hogy én azt látom, hogy az emberek szeretik túlbonyolítani a dolgokat, és akkor már olvasnak ilyen kutatás, olyan, és már mindenki biológus, meg már nem tudom. Holott azt gondolom, hogy az, amiről beszélünk, egy teljesen egyszerű, könnyen vihető, akár egy egész életen át tartó, jó érzéssel végezhető történet kéne, hogy legyen, és akkor ennek lenne az eredménye az, hogy egészséges vagyok, és nem az, hogy úristen, számolom a kalóriákat, és komplex, és akkor most jaj, de hogyha ezzel veszem be, akkor az van, és hogy már mindenki, hogy az egészség nem erről kell, hogy szóljon, és hogy vissza kéne picit egyszerűsíteni ezt a dolgot, és egyébként ez az egész életünkre vonatkozik, hogy az egyszerűség az szerintem nagyon nagy előny, és hogy sokat segíten mindenkinek az életébe, hogyha nem bonyolítanánk túl, úgyhogy ez lehetne az egyik legjobb hely, ahol egy kicsit egyszerűbben vesszük a dolgokat, és nem akarjuk megfejteni itt a nagy dolgokat, hanem tényleg egyszerű ételek, egyszerű, akár a táplálékkiegészítők, bármi más egyéb egyszerű dolg, szerintem az fog vezetni valahova. Réka, egyetértesz ezzel? Abszolút egyetértek én is ezekkel a dolgokkal.
Majdnem mondtam, hogy lehet nem egyet érteni. Egyébként szép igen. Lenne, ha nem értene egyet. Igen. Nem ismernek ilyet, nem, de tényleg. Hát én is így gondolom, ugyanakkor az, hogy tényleg, amit az előbb is említettem, ez az akarás. Tehát, hogyha valaki nem akar változtatni, akkor nem, akkor se én, se ő, se ti nem fogtok tudni sajnos. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha tényleg elhatározzuk, hogy változtatunk az életünkön, akkor... Most bocsánat, az jutott az eszembe, hogy a szélsőségmentes élet. Igen, egyébként ez nagyon, igen. Ez jó. Akkor egy legyen mondatban. Ez egy végszó a mai beszélgetésünknek, még sokáig tudnám folytatni, és remélem, hogy lesz még arra alkalom, hogy akár külön-külön vagy egyesével is beszélgessünk hasonló témában. Az nekem lejött és átjött, hogy ti nagyon jól érzitek magatokat a bőrötökben, és reméljük, hogy tudtunk olyan tanácsokat adni a nézőknek, amiket ők is meg tudnak majd szívlelni a jövőben, és hát önöknek pedig azt üzenjük, hogy érezzék jól magukat önök is a bőrükben. Lesz még nálatok mizu, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!